Február 1-én országszerte megkezdődnek az agrárkamarai választások. Hajdú-Bihar megyében 10 településen a járási központokban tartanak szavazást. Hajdúszoboszlón február 7-én a művelődési központban reggel 8 órától délután 4 óráig választhatnak azok a gazdák, akik november 30-áig regisztráltak az agrárkamaránál. Váci Lajosné nyugdíját egészíti ki az állattartásból. Jucika néni fontosnak tartja, hogy a gazdák érdekeit köztestület képviselje, ezért tavaly ősszel az első között regisztráltatta magát az új Nemzeti Agrárkamarába. A nyugdíjas hölgy a februári választásra is el fog menni, ahol a kamarai küldöttek listáira voksolhat. Azért, mert mivel már ez korábban évekkel intéztem, mennek volt, és tagok is voltunk, és azért, hogy képvisel a gazdálkodókat. A legtöbb őstermelő élszavazati jogával is elmegy februárban voksolni. Így teszi ezt Kovács Károly őstermelő is. Azt ígérték a minisztérium emberei, hogy az agrárkamara lesz a gazdákér, és tehát a gazdáknak lesz agrárkamarája, mindenképpen a gazdáknak a megsegítésére fog létrejönni. Reméljük, hogy sikerrel fog járni ez a kezdeményezés. A kamarai küldöttek listáira február 1-e és 21-e között voksolhatnak a választásra jogosultak. A Hajdú-Bihar megyei küldött választás időpontjait és helyszíneit a táblázat mutatja. Hajdúszoboszlón február 7-én reggel 8 órától délután 4 óráig voksolhatnak azok a kamarai tagok, akik november 30-áig regisztráltak a Nemzeti Agrárkamarába és megfizették az 5000 forintos regisztrációs díjat. A választásnak nagy tétje van, mondta a területi agrárkamara elnöke. Ezt teszi legitimmé az agrárkamarát, ezután állhatnak fel majd a megyei testületi szervek, illetve a megyei tisztségviselők, és akkor tudunk megfelelni a törvény előírásainak, hogyha ez a társadalmi hozzáállás azt hozza ki, hogy támogatják a küldötteket, támogatják a listát, ezáltal legitimmé válik a szervezet, és elkezdheti működését. Tehát most ez a legnagyobb tét. A törvény által előírt határidőig közel 200 ezer leendő tag jelentkezett be az új kamarába. Hajdú-Bihar megyében 20 ezeren, városunkban pedig közel 1000 tag regisztrált érvényesen az új köztestületbe. A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választásokat követően legkésőbb 2013. március 31-éig kell megalakulnia. A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklődők hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a 0680 911 078-as zöld számon, illetve írhatnak a választas@agrarkamara.hu e-mail címre.